Teljes kapacitással indult az aratás az elmúlt héten, a száraz, forró időjárásnak köszönhetően. A munkálatokat ugyan megszakította a hétvégén érkező csapadék, azonban hétfőn ismét vágni lehetett a gabonát és a repcét. A Bács-Kiskun megyei aratási koordinációs bizottsági ülésen kiderült, hogy az árpa termés eredménye jobb lett a vártnál, és a minőségi paraméterei is megfeleltek. Az őszi búza jelentős részét is learatták már a gazdák, azonban a tönköly búza betakarítása csak ma kezdődik. Azokban a gazdaságokban, ahol nem termeltek repcét, magasabb volt a betakarítási arány. A durumbúza aratása is befejeződött, mely termés eredménye alacsonyabb lett a múlt heti adatokhoz képest. Az őszi káposztarepce aratása még tart, de várhatóan már ezen a héten végeznek a munkálatokkal a gazdák. A termésmennyiség alacsonyabb a tavalyihoz képest, de ez jellemző szinte az összes nyári betakarítású növényre. A megye térségeit összehasonlítva is jelentős eltérések mutatkoznak a termés eredményben. A labor eredmények alapján a fuzárium alacsony értéket mutat, mely azt jelenti, hogy a gazdák kellő számban és időben védekeztek a gombafertőzések ellen. A zöldborsó azonban az időjárási viszonyok miatt nem hozta a várt mennyiségeket.